Sziasztok! Én Sisa Hunter vagyok. A mai videóban bemutatom nektek a szalálmodell kerámiának a tesztjét. Lássuk! És akkor itt is volnék a videóval. Egy szalálmodell kerámiáról fogunk most beszélni. És ugye nem csak egyet kaptam, hanem két típust is, vagy két szint is belőle. Ugye mindkettő small. És akkor kukancsunk is bele azt, hogy hogyan is néz ki a kerámia. Ugye a doboz az ugye így néz ki. Ugye itt vannak a leírások. Mindenhol ott van a leírás. Külsőt azért máshol nincs semmi a leírás, ha jól látom. Ugye itt látjuk benne a használati útmutatót. És akkor ugye itt van a leírás. Akkor szalálmodell. És ugye itt tudjátok megnézni az, ugye az a weboldalát és a kapcsolatot, hogy tudjátok felvenni a szalárral, és akkor nézzük meg azt, hogy mi van benne. Ugye itt találjuk a kerámiát, és fontos, hogy még jár hozzá egy tömítés. Itt van az egyik doboz. És itt található a kerámia. Egész szép, masszív anyagból készül. Ugye a kerámiának a tömege 180 g, ugye a fej átmérő 80 mm, a magassága 105 mm, és az alapanyaga meg fehér agyagból készül, és ugye kézzel készített kerámiáról beszélünk. Nézzük is meg a másikat. És ez egy zöld színű kerámia. És ugye ugyanúgy néznek ki, csak ugye a szín az más. Kétféle típus létezik, ötféle színnel, és ugye kétféle mérettel is rendelkeznek. Van a small és a medium. Ugye van a sima szalárfanál, és van a modern kerámia. Ugye a modern az egy normál mini fanál kerámiának a továbbfejlesztett verziója, ez a modern. Ugye kézzel készül, akkor ugye mint mindegyik szalár kerámia az kézzel készül. Ugye más márkához képest kevesebb dohányt igényel. Masszív a kerámia, ezért jól vezeti át a hőt, és segíti, hogy ne égjen oda a dohány. Ugye két órás tömésre ez bőven elég. Ugye 1 és 1,5 óra vízipipa dohánnyal is meg lehet tömni. 1 óra és 1,5 óra tömésre is meg tudjuk ezt oldani. Illetve ugye kövekkel is lehet használni, pasztával és géllel is. És 4-5 laza tömésre elegendő egy 50 g-os vízipipa dohány is. Ugye az ásványi kőből meg 5-6 tömés is el tud ebbe férni. Tehát a kerámia az nem eszik sokat, olyan, mint egy átlagos például orosz kerámiák, amiket eddig használtam. Ugye mennyi dohány is fér ebbe a kerámiába? Ugye erősen megtömve egy 15-20 g-ot eszik, lazán megtömve 10-15 g-ot eszik, ásványi kővel 20-25 g-ot eszik, a pasztából 5-10 g-ot eszik, és gélből is 5-10 g-ot eszik. A kerámia nagyon sokféle konzola kompatibilis, ezért elhoztam nektek a Lotus 1-et, és a Lotus 2-t is. Vagy ezt miért is hoztam el? Mert ugye a Lotus 1 az nagyon sokféle kerámiával is kompatibilis, a Lotus 2 nem. Így ezáltal megmutatom, hogy illeszkedik a Lotus 1. Tehát tökéletesen benne van, nem mozdul, nem tudjátok így
mondjuk így leverni nagyon, hogyha nem erősebb, vagy erősebben persze le tudjátok rúgni, vagy ütni így a konzolt. A Lotus 2, ezt meg is nézzük. Hát ő már azért így necces, mint ugye a legtöbb kerámiánál is. Igazából a Lotus 2, az tökéletesen passzol rá. A Lotus 1-et jobban ajánlom, mint a 2-est. A Lotus 2-nél igazából nagyon sok ilyen hiba keletkezik, azt hiszem minden kerámiára kompatibilis. De ez nem is baj, és nem azt nem szoroz nekünk. Ugye, amit most meg fogok nektek tömni, az egy almaszíva grapefruit vérnarancs, vagy nem, vérnarancs-narancs, és egy tangier slime-ot fogok hozzá keverni. És akkor meg is van tömve ugye a kerámia. És akkor érkezem azt, hogy milyen használat közben a kerámia. Nagyon izgatott vagyok, és akkor nézzük is meg a tesztet. És akkor itt is volnék azt, hogy milyen használat közben a Salar Modell kerámia. Ugye most a fehéret fogjuk használni, nem a zöldet. Egy Color Lotus egy szénkonzollal fogom használni a kerámiát, és 3 darab kokoszullal. Először 3, utána 2 a szöveindításkor, ugyanis reagál maga a kerámia 3 színnel egy konzolban. Ugyanolyan sok konzol és napkerámia ilyenkor elkezd így iszadni, vagy bármi. Én megnézem azt, hogy mit produkál ez a kerámia, illetve azt, hogy milyen hamar indul be. 3 sukkot vertem bele eddig, egy ilyen 2-3 perce van rajta a kerámia, egész jó füstöket lehet már belőle fújni, egész hamar beindul a kerámia. Ugye a kerámia az magyar termék, tehát egész jó ahhoz képest, sőt. Így igazából, hogyha ezt most kint kéne árulni, ezt a kerámiát, akkor is ilyen 9000 forint környékén jön neki, mint egy orosz kerámia itthon. Kerámia azért eléggé egy masszív anyagból készült, tehát ugye a cég az igazából, vagyis ugye mióta szolgáltatják ezt a terméket, 2013 és 2014 óta létezik a Salar mint cég, és a Salar ugye most nem rég, vagyis nem, mármint az, hogy egy kicsit régebben, ugye megtervezte ezt a modern kerámiát. Így az első sorban ugye a sima volt, és most meg ugye a modern, ugye két típus kapni náluk. A kerámia ugye ahhoz képest így egész jó árban van, 4500 forint környékén kapható a kerámia, 4600, vagy 4000, valahogy így. Igazából köszönöm a Salarnak ezt azt, hogy be tudom mutatni nektek ezt a videót, mert ők küldték ezt a két típust, és ezáltal be tudom nektek ezt mutatni, ezt a terméket, és még egyszer köszönöm nekik. Belinkelem a Prezinek az oldalát, illetve a Salarnak is az oldalát, azt, hogy náluk lehet kapni, és hogy mennyiért, és hogy több típust is lehet náluk kapni.
A kerámiáról igazából még annyit tudni, hogy nem eszik sokat, egész így jól eszik, mert ugye most megnézzük az oblakot, a vergundot és a japonát. Mind a kettő, az oblakó 12 és 15 gram között eszik, a vergund 15 és 18 gram között eszik, és a mami az 15 grammot és 14 grammot eszik így nagyjából. Ugye mit kell erről tudni? A kerámia az igazából 12 gram és 20 gram között eszik, tehát ez mindenkinek megfelelő. 2,5 órát is szerintem el lehet pipázni a 20 grammos evéssel, és én melegen tudom ajánlani bárkinek, kezdőpipásnak és aki komolyabb pipából is szív, mert ez a kerámia megéri az árát, és nagyon hamar beindul, tehát nagy, így szerintem több pipa-tesztre is, és illetve dohánytesztre is fogom alkalmazni ezt a kerámiát, és sokszor fogjátok látni ezt a csatornán is. Utazós kerámiának is nagyon jó helyt áll szerintem, akkor ugye itthoni használatra is, és hogy mivel kettő van belőle, ezért én azt fogom majd csinálni, az, hogy színhez is, az, hogy milyen színű keveréket fogok rakni a pipába, a színezéket, ezáltal úgy fogom majd így a kerámiát is így használni. Tehát tényleg nagyon tudom ajánlani ezt a kerámiát kezdőpipásnak is, és aki már benne van nagyon így a pipázásban is, annak is tudom ajánlani ezt a terméket. Igazából ennyi lett volna a Salal Modernnek így a kerámiának a tesztje. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogyha ezt nem tettétek meg. Én Sisa Hunter voltam, sziasztok!